Szép napot kívánok, ez már a Weekend második része. 6. alkalommal szeptember 17-én rendezik meg a Szatmár határok nélkül című rendezvényt Nagyecseden. Erről beszélgetek vendégemmel. Fülöp István van itt, aki a Reformátusok Szatmárért Egyesület elnöke. Szép napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Minden évben szólunk erről a református találkozóról, ami nem csak reformátusoknak szól, tavaly előtt említette így a rendezvényt nekem, ez azóta is itt cseng a fülemben. Ez tényleg egy nagyszabású rendezvény, már-már hagyományos, de miért rendezték meg az elsőt, milyen céllal jött létre annak idején ez a rendezvény? Hát szinte egy időben alapítottuk meg az Egyesületet, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesületet, és szinte ezzel egy időben ez volt az első demonstratív rendezvényünk, és azóta is ez a legnagyobb rendezvényünk, több ezer ember jön át a határ mindkét oldaláról. Persze református értékeket szeretnénk felmutatni, de nem kizárólagosan reformátusoknak, mint ahogy ezt már tavaly is említettem, az előadók között sem reformátusok vannak egyértelműen. Például nagyecsedi barátunk Homonyik Sándor fogja zárni a koncerteket, ő sem református. Egyik évben Stefka István volt a vendégünk, ő sem református. De természetesen azért azt meg akarjuk jeleníteni, hogy amikor a reformáció idején Magyarország az új tanokat átvette, akkor a történelmi Szatmár élen járt. És ha már akkor elődeink élen jártak az új tanok hirdetésében, a reformálódásban, én azt hiszem a mai kor emberének felekezettől függetlenül is van mit reformálódnunk, hát akkor tartsunk egy olyan összejövetelt, ahol egymásra találhatunk, ahol értékeinknek örülhetünk, új értékeinket felmutathatjuk, és jól érezzük magunkat. Már kora délelőtt érdemes ellátogatni a településre, hogy esetleg szétnézzen valaki, de az igazi hivatalos program talán ilyen dél körül, lesek egy kicsit fél egykor kezdődik, istentisztelet lesz a református nagy templomban. Kik hirdetnek igét? Hát annyit hagyd mondjak, hogy ha valaki nem tudná, a nagyecsedi református templom, a tiszántúli református egyház kerület, ami azért egy nagyon nagy területet ölel át, a harmadik legnagyobb templom. Körülbelül 1000 ember fér el a nagy templomban, Nagyecseden, és hát megtisztel bennünket az Egyesület két alapító püspöke, Fekete Károly püspök úr és Csőri István püspök úr. Jelen lesz Cibere Károly államtitkár úr, és Gulyás Gergely, a parlament törvényalkotásért felelős alelnöke. És hát természetesen egyesületünk további alapító tagjai, espereseink, az a 4 esperes, amely valamikor történelmi Szatmár megyéhez tartozott, mint egyházmegye, most már ugye a határ túloldalán található az egyik szatmári református egyházmegye, annak az esperese Nagy Sándor, illetve bocsánat, Kovács Sándor, Nagy Sándor pedig a Nagykárai egyházmegye esperese, és így Nagy Sándor is. A határ elrűső részén pedig két egyházmegye, a szatmári szintén, Szalai Kont esperes úr, és a nyírségi egyházmegye esperese Gál Sándor, itt Nyíregyházán székel. Tehát ugye kedves vendégek, hazajön mindenki, és hát ez az Isten tisztelet még egy dolog miatt rendhagyó lesz. Az Egyesület kezdeményezésére a Szatmári Református Egyházmegyével közösen egy emlékérmet hoztunk létre, Milotai Nyilas István püspök úr emlékezésére, emlékezetére. Ő Milotán volt lelkész, esperes, aztán püspök, kiváló teológiai professzor, nagy reformátor, és az ő tiszteletére hoztuk létre ezt a kitüntetést, és most adjuk át. Hát úgy... Gondolom, még titok, hogy ki kapja. Ez hát, majd jövő héten kiderül. Igen, jövő héten egy, úgy gondoljuk, esperes úr és az Egyesület egyeztetett, és találtunk egy olyan
véleményünk szerint arra méltó embert, aki átverti azt a kitüntetést. És a végére engedje meg, elnök úr, hogy elmondjam, hogy a szabadtéri színpadon is lesznek külön műsorok, hiszen lesz felvonulás, zenekari megnyitó, köszöntő beszédek, akkor Ecsedi Bátori István az Imádkozó Főúr című kiállítás megnyitója, emellett Pataki Attila koncert is lesz, rengeteg népdalénekes kör, néptánc együttes, és még sorolhatnánk, cigánytánc együttes, hagyományőrző csoport, és hát lesznek helyi zenekarok is, Erdélyből érkező együttesek és Homonyik Sándor élő koncertjével zárjuk. Szabó Előd és a Titán együttes lesz Erdélyből, a helyi zenekar pedig a Stainless Steel zenekar. Külön várjuk az ő muzsikájukat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta, elnök úr, a meghívásunkat, és akkor még egyszer mondom a nézőknek, hogy szeptember 17-én lesz ez a nagyecsedi rendezvény, és mindenképpen érdemes már akkor dél körül ellátogatni. Nagyon szépen köszönöm még köszönöm egyszer. Köszönöm szépen. Önöknek pedig ajánlunk egy pályázatot, méghoz egy fotópályázatot, úgyhogy kattintásra fel, a részletek most jönnek itt a Weekendben. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60 éves évfordulójára országszerte több rendezvényel és felhívással készülnek, így a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár is fotópályázatot hirdetett. 1956. október 23-án a fővárosban és számos vidéki városban tömegtüntetéseket szerveztek a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége. Ennek kiváltó oka a sztálinista diktatúra okozta elégedetlenség volt. Ezeket az emlékeket, főleg a nyíregyházi történéseket szeretné most visszaidézni és bemutatni a könyvtár. A pályázatra elsősorban a fiatalok jelentkezését várják, de bárki küldhet be pályamunkákat. A pályaművet úgy kell elkészíteni, színes vagy fekete-fehér fotósorozat, hogy a 1956-os történés régi fotóját kell művészi módon ötvözni a jelenlegi Nyíregyháza képével, mint ahogy itt található a pályázati kiíráson, ilyen művészi módon kombinálva. Az 1956-os fotókat a Jósa András Múzeum együttműködésének köszönhetően kaptuk meg, és került fel a honlapunkra, így onnan tölthetik le az érdeklődők, illetve az állambiztonsági szolgáltatók történeti levéltárának elektronikus felületén érhető el. Egy pályázó maximum 5 darab pályaművel tud jelentkezni. Feltétel, hogy a hosszabbik oldala 2000 pixel legyen. JPG formátumban várjuk a pályaműveket, legkésőbb október 3-áig kell beérkezni. A pályaműveket végül egy szakmai zsűri fogja értékelni az országos könyvtári napokon, majd egy kiállítás is készül a képekből a könyvtárban. Magyarország a Tiszta szívvel című filmmel nevez az Oscar-díjra. Till Attila filmjét már többször bemutatták Nyíregyházán, a közelmúltban a Vidoron vetítették le a remek művet, jóval korábban pedig talán májusban közönségtalálkozót szerveztek. Mi ezt idézzük fel önöknek, reméljük újabb Oscar-t zsebelnek be a magyarok. Teltház volt a moziban, rengeteg érdeklődő érkezett a Tiszta szívvel című magyar film vetítésére. A film után két főszereplővel, Fenyvesi Zoltánnal és Túróci Szabolcsal is találkozhatott a közönség. Az akció végjáték egy baleset után kerekesszékbe került tűzoltó és két fiatal kerekesszékes fiú történetéről szól. Ezt a síros nevetős világot tartom a legfontosabbnak, mert hát a szélsőségeket így tudja az ebben megélni. Itt felmerült egy pont, hogy mi az, amikor átszakadt a nézőkbe az a vágy, hogy lehet-e nevetni mozgássérülteken, fogyatékkal élőkkel. Ez egy kardinális kérdése volt ennek a pontnak. És hogyha eljutunk a horgászási jelenetig, akkor biztos, hogy onnan már átszakad a gát, vagy ez az ominózus automatás jelenet, ami hát az Ádámnak egy stand-upja. De hát ez mind belőle jön, tehát hogy, sőt, ő még turvábbakat szokott csinálni önmagával szemben. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogy ez kell ahhoz, hogy felszabadultan feltörjenek az emberek az érzelmek, hogy így igazán, hogy velük és nem rajtuk nevetünk, ez egy óriási különbség, és ezt a Zoliék is mindig bátorítottak, hogy ők is használják, sőt, imádják a nyomi szót, szóval ezek mind olyan dolgok, ami az ő életükben abszolút benne van, és nagyon bátran, és szinte nem is gondolják, hogy mennyire provokatívan fricskáznak ezzel a ő létükkel.
filmben mellettük a főbb szerepekben még Fekete Ádám és Balsai Móni játszik. Túróci Szabolcs, a nyíregyházi színész játszik színházban, de folyamatosan szerepel filmekben és sorozatokban is. A Tiszta Szívvel rendezőjével, Tilla Attilával ez volt a harmadik közös filmes munkájuk. Sokat kellett gyakorolni, meg hát át kell, nehéz ezt megmagyarázni. Hát a Zoliék sokat voltak a segítségemre, és próbáltam sokat velük lenni köztük. Volt egy nagyon komoly, jó tanárom, egy mozgásterapeuta, aki sokat segített, és hát már hónapokkal előtte tudtam, hogy ez lesz, és akkor így készültem rá sokat. Voltam kint terepen, össze-vissza, minden, amit el lehetett lesni, azt ellestem tőlük. A film másik főszereplője Fenyvesi Zoltán, jelenleg főiskolai hallgató és sportoló is. Eddig reklámokban szerepelt, ez volt első filmes forgatása. A közönség találkozón elmesélte, nem csak nevük egyezett a filmes karakterével, ő is születésétől fogva kerekesszékben él. Éppen a híven ültem és úton voltam hazafelé. Ugye annyira nem ért váratlanul a hívás, mert nekem, ugye, mivel ismerősök ajánlottak, szóltak is, hogy készülj rá, hogy Attila hívni fog. Úgyhogy nagyjából egy... Őszintén szóval picit azért úgy izgulva ültem, és így vártam, hogy mikor lesz az a telefonhívás. Közben meg azért úgy voltam vele, hogy majd hív, amikor hívni kell. És ezzel meglepődtem, hogy tényleg felhívott, és akkor leültünk, és szépen lassan egyre valóságosabbá vált azért ez a projekt. Úgyhogy vicces volt, és egyben ilyen izgalmas is. Igazából a kíváncsiság volt meg bennem az elején, hogy vajon ez hogy meg mint menne. És amikor elolvastam a forgatókönyvet, na akkor éreztem azt, hogy fú, ez engem tényleg érdekel, és megteszek mindent azért, hogy mondjuk enyém lehessen ez a szerep, hiszen nem én voltam egyedül versenyben, úgymond, érte. És azért izgultam persze, hiszen valamilyen szinten magamat játszom, de közben azért mégis egy másik karaktert kellett eljátszani, és azért ebben megvolt a kihívás, és megvolt egyben azért a félelem is, hogy majd ezt vajon azért mégis egy nagyvásznom, meg ez mégiscsak nem egy kisfilm, amit én leforog 15 perc alatt, vagy egy 15 perces kisfilm, hanem ez egy nagy, több mint másfél órás film, és hogy vajon aztán a nézők majd egy idő után nem érzik azt, hogy borzalmas már ez a srác, és lejöhetne a képernyőről, vagy hát a vászonról. Úgyhogy volt bennem azért egy ilyen félelem, de javarészt inkább a kihívás. Abszolút nem éreztem egyszer se, hogy fú, de elegem van ebből az egészből. Fáradtnak fáradt voltam, de élveztem is valahogy. Ez a pozitív fáradtság volt inkább, hogy úgy éreztem, hogy megvolt a munka, és hogy olyan munka volt beletéve, ami pozitív, és tényleg azt tettük bele, amit kellett. Úgyhogy egy percre se volt ilyen félelmem, vagy olyan érzésem, hogy ez de rossz, vagy kilépnék, vagy abba hagynám. Volt egy-két olyan pillanat, amikor kicsit úgy összecsaptak a hullámok, és sok dolog volt egyszerre, és akkor ezeket hogyan lehet összeegyeztetni, de mindig sikerült ezeket is megoldani. Igazából kezdve ott, hogy a nevünk ugyanaz, hogy ugye én is Zoltán vagyok, a karakter pedig Zolika, és ezzel mindig el szoktam viccelődni, hogy nem azért Zoli, mert nem tudtam volna megjegyezni a Jancsit vagy a Pistit, hanem tényleg Attila így írta meg, ezen kívül ugye születésünk óta vagyunk, mint hogyha két személy lennénk nagyjából, de hogy ugye a karakter is meg én is születésem óta vagyok mozgássérült, és ugye nem ismerem én se az édesapámat, úgyhogy valamennyire ez így jó volt, hogy sok volt a kötődés, és talán ha azt mondjuk, hogy első és akár utolsó film, akkor is egy olyan szerep volt, amiben nem kellett talán túljátszanom magamat, vagy túljátszanom a karaktert, hanem magamat adhattam. Úgyhogy én nagyon örültem, hogy Tilla úgy érezte, hogy nem egy olyan filmet csinál, ahol színészek játsszák el megint ezt a szerepet. A filmben is és a való életben is elég egy vidám embernek tűnsz. Ez tényleg így van a hétköznapokban is? Hát a hétköznapokban én sokkal életeltelibb vagyok, mint a filmben mondjuk. A filmben inkább ez a világfájdalmas kisfiú szerep jutott most nekem. Míg azért a való életben nagyjából egy ilyen barba vagy hát Fekete Ádám típusú embernek tartom én is magamat, tehát tényleg folyamatosan poénok, meg pörgés, meg stb. Úgyhogy nincs megállás, de én mindig azt vallom, meg én mindig azt mondom, és azt látom, hogy ezzel sokan egyet is értenek, hogy úgy jó az élet, ha telik. Hát tiszta szívvel kettő biztos, hogy nem lesz, tehát ezt most így biztosan mondhatom, de hogy más mondjuk filmes vagy sorozatbeli felkérés lesz az életemben,
ezt még egyelőre nem tudom, az biztos, hogy nem haragudnék meg érte, mert nagyon élveztem a forgatást, és kíváncsi lennék, hogy mondjuk egy kerekesszékes karakterből, hiszen azért túl sok lehetőséget azért mégsem lehet kerekesszékesként eljátszani, vajon mit lehetne még kihozni, és valahogy az egész közeg tetszett, de függetlenül nem érzem azt, hogy akkor én most innentől színész akarok lenni, és sútba dobok mindent. A filmben a nem színészek és profik közös munkája végül egy esemény dús vicces, de mégis drámai másfél órás alkotást eredményezett. Magyarország a Tiszta szívvel című filmet nevezi a legjobb idegen nyelvű film kategóriában az Oscar-díjra. Esélylatolgatás következik, hozzáértő vendégem Drabanc M. Robert, szervusz! Hello, sziasztok! Jó napot kívánok, jó estét! Estét már inkább. Tiszta szívvel leszögezem, hogy bűn, nem láttam. Rengeteget olvastam róla, és az imént pár pillanattal ezelőtt lement egy összefoglaló is, a közönség találkozót idéztük ugye fel. Nagyon sok kollégával beszélgettem a filmről, hogy mit tapasztaltak, mit éreztek, tényleg rengeteget olvastam a filmről. Én azt látom, hogy nagyon megosztja az embereket. Akció, vígjáték, egy kis dráma, egy kis határ, latolgatás, hogy akkor meddig mehetünk el, hol nevethetünk, és társai. Te mit tapasztaltál, hiszen te láttad talán nem is egyszer a filmet? Hát persze, ugye Nyíregyházán mi mutattuk be, mármint a Gródi Gyula átmozi mutatta be a filmet, és még télen, vagy hát ilyen inkább kora tavasszal szerveztünk egy közönségtalálkozót, ahol aztán Szabolcs is, ugye a film egyik főszereplője, Turóci Szabolcs is jelen volt, és akkor utána is, meg még a rákövetkező hetekben sokat beszélgettünk a filmről, és hát természetesen rengeteg erénye van a filmnek. Egyik legfontosabb erénye, hogy azt a nyelvet beszéli, amit általában ma a moziba járók beszélnek. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy úgy tudjunk témákat fölvetni, és úgy tudjunk erről beszélgetni, hogy ennek legyen közönsége. Mert hát értem szerint sok téma jelenik meg a művészfilmekben, de az elhalkul, meg eltűnik, hiszen nagyon kevesen lesznek hát kíváncsiak. Szóval megértem a témát, hogy akciódús a film. Azt is megértem, hogy tele van érzelmekkel, adja magát a dolog, ugye, hogy egy kirekesztett csoport, és az azzal kapcsolatos érzelmekről beszél. Maga a főszereplő is amúgy kirekesztett, tehát nem csak a kerekesszékesek, hanem a Szabolcs által megformált figura is pályaszélén van. Ezeket mind tudom, hogy miért teszi és miért jó, és ebből a szempontból nincs is gond. Általában ilyen típusú filmek szoktak nyerni az Oscarnál. Olyan típusú filmek szoktak nyerni, amelyek is jelentős érzelmek vannak benne. Talán az egyetemes jellege az megfelelő, a megformáltságban azért még vannak ott gondok és hiányosságok. Én azt érzem, hogy te azt fogod mondani, hogy nem biztos, hogy ez a film lesz a Mephisto és a Saul fia után hát ne, a sorban. Az biztos, hogy tudom mondani, hogy nem lesz. Aha. Tehát, hogy ezt nyugodtan le lehet szögezni, hogy azt a színvonalat, mondjuk így, ezt a kvalitást azért ez a film nem éri el. Bár tényleg, hát, hogy jó témát fogott meg, jó műfai keretek között, egész jó színészi játékkal, sőt, felemelő pillanatok is vannak a filmen belül, tehát ezt nem lehet letagadni. Hát van néhány dolog, ami nem működik olajozottan. A történetmesélés, a cselekvény szövésben van néhány buktató, és úgy érzem, hogy hát ez valószínűleg abból is fakad, hogy azért egy magyar film nem nagyon versenyezhet nyugat-európai, vagy különösképpen amerikai filmeknek a költségvetési kereteivel is, meg azért ez szokásos magyar hibák vannak a filmben, tehát hogy ez nem egy novum, nem egy új dolog, ami történik. Igazán a motivációja a hőseinknek kevésbé érthető, vagy nagyon felületesen történik meg ennek a kialakítása, és akkor így néhány helyen elgyengül a szál, néhány helyen a fordulatokat nem érezzük eléggé természetesnek. Hát vannak benne ilyen dolgok, de ez magának a filmnek azt, hogy mennyire intelligens a film. Tényleg ezt a jelzőt tudom rá mondani, hogy rendkívül intelligensen közelít a témához, nagyon intelligensen beszél erről a jelenségcsoportról, ezt nem cáfolja meg.
Az elmúlt években sokszor hallhattuk, hogy mennyire könnyen felismerhető egy magyar sorozat, vagy egy magyar film, hogy egyből így lejön az embernek, aki egy picit is úgy jobban nézi a képernyőt, hogy na ez magyar. Mennyire tűnik el mondjuk az elmúlt években szerinted, ez akár mondjuk a Saul fiánál, vagy ennél a filmnél, hogy így egyből azt érzed, hogy ez magyar. Uh-huh. Hát a határok egyre jobban eltűnnek, különösképpen azért, mert ugye mi most mozgóképről beszélünk, meg mozit gondolunk róla, de az emberek valójában televíziót néznek, és a televízión keresztül jutnak hozzá a filmekhez, és pontosan a televízió, amely ilyen egyetemes nyelvet beszél, ami az Amerikai Egyesült Államok, Európában és Ázsiában is nagyon hasonló nyelvet beszél, ezt hozza magával, hogy kezdenek a határok teljesen eltűnni, sematikus dolgok megjelennek, ugye amit állandóan folyamatosan meg kell tennünk ahhoz, hogy kész legyen egy adás, egy film, és ha ebben valaki pallérozott vagy jártas, akár rendezőként, akár egyéb más formájában a filmkészítésnek, akkor ezeket már automatikusan fogja végezni. Tehát nagyon sokszor már nagyon nehéz a helyi ízeket úgy számon kérni a rendezőktől, és pontosan azok a jók, mint például a Saul fiában, hogy egyrészt volt nagyon magyar, nagyon beágyazott a magyar történeti valóságba, másrészt azonban az egész univerzumnak, mármint az egész globális világnak szólt a történettel, a sikerének ez a titka, ez az igazi titka. Sok kritika érte, voltak emberek, akik kritizálták, sokan rajonganak érte, de ez mindenképpen fontos. A témát, ha magas szinten fogalmazzuk meg úgy, hogy arra szinte mindenki kíváncsi, vagy nagyon sokan, vagy talán még ez szűkít, ha az amerikai piac kíváncsi rá, akkor lehet esélyed. Szóval ez a téma is azért kicsit másabb, mint egy átlagfilm, tehát azért itt is olyan dolgokat lehet tapasztalni, látni a képernyőről, ami úgy kicsit úgy meghökkenti az embert. Tehát nem egy általános sztorit kapunk, hanem itt azért kerekes-székes emberek, maffia, stb. Ez nem lehet szerinted elég? Vagy tényleg kellett volna az a plusz még egy kis porcukor, vagy még egy kis sütőpor bele? Hát most mit mondjak, hát a filmművészetben Európában is készítettek már hasonló filmeket, sőt voltak sikeres kerekesszékes történetek, különösképpen a Belgium és a németalföldi film ezt nagyon kedvelte. A rajzfilmben is van sorozat, ami ezzel foglalatoskodott, amerikai filmet is ismerünk, ami ezzel kapcsolatos, tehát annyira azért nem novum ez a dolog, és nem is ez a lényege a történetnek, hanem inkább a peremhelyzetnek a boncolgatása. Ez ebben a lényeges a dologban. Maga a műfaj, ez a groteszk szemléletével, a tragikum komikumával, ez általában elfogadott, és amúgy is a jelenkorunknak ez nagyon jól áll. Aki még nem látta, mindenképpen pótolja, többek között én is. Én ezek ellenére is azt mondom, hogy mindenképpen érdemes megnézni ezt a filmet, már csak azért is, mert hogy ezt küldte Magyarország. Én nem lebeszélni akartam senkit erről a dologról, hanem csak azt elmondtad. Akartam mondani, hogy igen, ez egy nagyon tisztességes, nagyon intelligens, jól elkészített film, a maga apró pici hibáival együtt. Hát majd 2017. február végén kiderül, hogy tényleg ott van az esélyesek között ez a magyar film. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Most pedig egy tárlat ajánló következik. Molnár Ibolya festőművész képeiből nyílt kiállítás a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Molnár Ibolya festményei biológiai pontossággal ábrázolják a természet szépségeit. Ez annak is köszönhető, hogy a Nyíri Arborétum vezetőjeként nap mint nap szemtanúja a növények fejlődésének, változásának. Tulajdonképpen az én életem során nem lehetett szétválasztani a természet szeretetét és a művészet szeretetét, és egyben az ember szeretetét. Úgyhogy ezt nem is tudom másképp gondolni, érezni. Úgyhogy a képek azok magukért is beszélnek. A megnyitó Szepesi Béla grafikus művész azt mondta, a táj magában nem szépség, a művész munkája által látjuk annak, ami a tárlat képein is látható.
Molnár Ibolya szinte csak új festményeit hozta a kiállításra, amelyek jellemzően világosabb színű és derűsebb hangulatú képek, mint korábban. A festő saját bevallása szerint életében mindig fontos szerepet játszott a természet és a művészet szeretete, valamint ennek összhangja. Végül is a természet szeretete az mindig megvolt. Édesapám is biológus, én is szintén, de a természetbe való rajzolás, festést azt már félig felnőtt fejjel kezdtem, és úgy tanultam később ugye a főiskolán a rajzolás, festést. Mert ha már én szeretem a természetet, akkor nyilván szeretném ezt papírra vagy vászonra vetni, és a magam gondolatain, érzésein átszűrve kifejezni. Molnár Ibolya festészetében álmokat, érzéseket és gondolatokat próbál átadni a közönségnek. Jelenlegi kiállítása a könyvtár nyitvatartási idejében, szeptember végéig megtekinthető a 3. emeleti kamarateremben. Ne feledjék, most hétvégén Gastrofest a Sóstói Múzeumfaluban, jövő héten Szatmár határok nélkül Nagyecseden, a Tiszadobi Andrássy kastély pedig a Kulturális Örökség napjai alkalmából érdekes programokkal várja az érdeklődőket, fotókiállítás, biciklistúra, műemlékvédelmi előadások, és még sorolhatnám. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, viszontlátásra!